16. alkalommal szervezték meg idén a kistérségi nyugdíjas találkozót, aminek ezúttal Dunasziget adott otthont. A kistérségi összefogás nagy segítség a nyugdíjas klubok életében, ezért fontos, hogy évről évre kötetlen formában is találkozzanak. A térségben a kapcsolatépítés, a baráti kapcsolatok, illetve az, hogy egyáltalán egymást segítsük, ez mindenképpen találkozni kell. De ez a mai, ez egy inkább egy ilyen ünnepi alkalom, ez arra szolgál, hogy itt azt ünnepeljük, hogy egyáltalán ez a kistérségi csapat, ez a 28 klub együtt van. A találkozó megszervezésének felkérését szívesen fogadták Dunaszigeten, hiszen mint ahogy a település polgármestere fogalmazott, az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az idősekre. Szerintem az elsődleges küldetése ezeknek a találkozóknak az, hogy fejet hajtsunk, kifejezzük a tiszteletünket az előttünk járók előtt, ez legyen szüleink, nagyszüleink korosztálya, akinek hát egyben meg is köszönjük azért azokat az örökségeket, kulturális szellemi épített örökség, amit kaptunk. Ez Dunaszigeten jellemzően így van, szerintem más településeken is így van. Azon túl egy térségi találkozónak mindig az a másodlagos küldetés, hogy az összetartozás élményét erősítse köztük, egymás között. Az ünnepség résztvevőit először Csebenyámin, majd Bujdosó Zoltán köszöntötte, majd Mészáros Istvánné fejezte ki köszönetét beszédében a Dunaszigeti Önkormányzat támogatásáért, valamint bemutatta a helyi nyugdíjas klub működését. 2014. július 9-én alakultunk ebben a formában. Pár hónappal ezelőtt három fiatal csatlakozott ismét hozzánk, úgyhogy lassú léptekkel, de kicsit fiatalodunk. Dunasziget, mint házigazda, a kistérségi nyugdíjas találkozón a kulturális program résztvevőit helyi fellépőkkel gazdagította, így először Nagy Imre, a helyi nyugdíjas klub tagja mondta el Barnász István versét. Most az híreket vár. Mi hír fenn a földön? Már ha boldogság van szó, azt romba döntem. Buzai népdalcsokorral készült az ünnepségre a dunaszigeti Ocskai Brigitta, aki Budapestről érkezett haza a nyugdíjasok tiszteletére. Íme oltom magamat piros rózsának, aki szeret, szakaszol le magának. A népdalokat aztán ismét vers követte Péter Erzsébet előadásába. Mintha most is látnám széles vállát, kurta nyakát, nagy, bozontos szemöldökét, éles szemét, kemény arcát. A kistérségi nyugdíjas találkozón a résztvevők aztán előadást hallhattak, ami bemutatta Dunasziget értékeit, ezt követően pedig oklevéllel köszöntötték a jubiláló nyugdíjas klubokat.